Jó ütemben halad bát a széken a Kanizsai Dorottya Általános Iskola energetikai felújítása. Az intézmény két részén a C és D épület teljes homlokzat szigetelése valósul meg. Napokon belül elkészül, ezen munkátokon belül alapos tetőknek is a megfelelő hő, illetve vízelleni szigetelése is. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján a jövő héten megkezdődik a lapos tetőre annak az 50 kW-os naperőműrendszernek a feltelepítése, ami nagyban segíti majd, hogy az épület villamosenergia költségei egy kicsit jobb állapotba kerüljenek. Illetve egy napkollektor áthelyezése is megtörténik. A beruházásra egy pályázaton nyert összesen 125 millió forintot az önkormányzat. A befejezési határidő az október, de a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján nem szeretnének addig ezekkel a munkálatokkal itt időzni. Mi úgy gondoljuk, hogy szeptember közepére azért teljes egészében első osztályi minőségben át tudjuk majd venni ezt a beruházást. A polgármester elmondta, hogy 2008 és 2010 között az épület komplexumot már 1 milliárd forintból részben korszerűsítették energetikailag. Akkor többek között új fűtési rendszert építettek ki, nyílászárókat cseréltek, és a villamos hálózat felújítása is megtörtént.